Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Ezek főbb híreink. Névadó kari tanácsülés. Lámfalusi Sándor nevét veszi fel a Soproni Közgazdaságtudományi Kar. Sikeresen mentették meg a gesztenyefákat Sopron környékén. Nem terjed tovább a pusztító betegség. Felfedező klub. Kíváncsi gyerekek vették birtokba a Széchenyi Gimnázium Fertőtavi rekreációs központját. A világhírű közgazdász professzor, az Euró egyik atyaként ismert Lámfalusi Sándor nevét vette fel a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara. A felsőoktatási intézmény épületében, a Lámfalusi család tagjainak jelenlétében felavatták az Európai Központi Bankot megalapító pénzügyi banki szakember emléktábláját. A Közgazdaságtudományi Kar Lámfalusi emlékérmet is készítetett, amelyet évente egy alkalommal adnak majd át a kari tanács döntése alapján. Köszöntöm Önöket a Közgazdaságtudományi Kar névadó ünnepségén. Ünnepélyes kari gyűlésen vette fel Lámfalusi Sándor nevét a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara. A névadó ünnepségen a város nevében dr. Fodor Tamás polgármester méltatta a kiváló pénzügyi szakembert, és örömét fejezte ki, hogy a kar az ő nevét vette fel. Lámfalusi Sándor több szálon is kötődik megyénkhez. 1929-ben Kapuváron született, majd Sopronban volt bencés diák. 1949-ben Belgiumban telepedett le, és Oxfordban szerzett doktori címet, neves egyetemeken tanított. Lámfalusi Sándornak az Európai Monetáris Intézet első elnökeként komoly érdemei voltak a közös európai fizetőeszköz az euró megalkotásában és bevezetésében. Azt gondolom, hogy egy olyan ember nevét viselheti mától a kar, aki mind erkölcsiségében, mind hitvallásában, nyílt szívűségében egyaránt a világ előtt büszkén állhatott. A mi karunk számára ez egy nagyon magas lécet jelent, amelyet át kell ugranunk, de a családnak és az egyetemnek azt ígérhetem hallgatóink, illetve munkatársaim nevében, hogy tudásunkkal, őszintességünkkel, tehetségünkkel, akaratunkkal és szorgalmunkkal ezt a lécet át fogjuk ugrani. A magyar származású közgazdász professzor publikációi világszerte ismertek a pénzügyi gazdasági szakemberek körében. Munkásságát a belga király bárói címmel, a francia elnök pedig a becsületrend parancsnoki fokozatával ismerte el. A Lámfalusi család több szálon is kötődött a városhoz és az egyetemhez. Ezért támogatta az egyetem vezetése a közgazdaságtudományi kar vezetőinek, illetve tanácsának a kezdeményezését, hogy a kar egy évvel Lámfalusi Sándor halála után vegye fel a nevet, ahogy Simonyi Károly nevét pedig az egykori faipari mérnöki kar felvette. Úgy gondolom, hogy ezek a névválasztások a Simonyi kar esetében is, de mondhatom azt a Benedek-Elek pedagógiai kar esetében is, és most a Lámfalusi Sándor kar neve felvétele esetében is üzenettel bírnak. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara idén márciusban kereste meg hivatalosan a Belgiumban élő Lámfalusi családot. Az özvegy és a szellemi hagyatékot kezelő Krisztof Lámfalusi pozitívan fogadták a névfelvételi kérelmet. At the end of his life, my father was leaning towards back to Hungary much more than before. Édesapám élete vége felé sokkal erősebben kezdett el kötődni és visszatérni Magyarországhoz, a magyar gyökerekhez, mint bármikor az élete során korábban. I think you never forget your own roots. Azt gondolom, hogy senki nem felejti el a származását, a gyökereit. And although he left Hungary at the age of 19, és annak ellenére, hogy 19 éves korában elhagyta Magyarországot, he had still part of his heart in Hungary. Biztos, hogy a szívének egy jelentős része továbbra is Magyarországon maradt. A névfelvételi ünnepségen felavatták a Közgazdaságtudományi Kar aulájában Lámfalusi Sándor emléktábláját. Az új kari zászlóra pedig az első díszszalagot a professzor özvegye Anna Mary Lámfalusi kötötte fel. Az oktatási intézmény Lámfalusi emlékérmet alapított, amely Soltrae Tamás éremművész alkotása. Az emlékérmet évente egy alkalommal kaphatják meg a kari tanács által alkalmasnak ítélt jelöltek. Sikeres volt az évekkel ezelőtt megkezdett folyamat, amelynek célja a Soproni hegységben őshonos és az országban ritkaságnak számító szelíd gesztenyefák megmentése volt.
A fákat megtámadó fertőzések ugyanis olyan agresszívak voltak, hogy nem csak az adott év termését veszélyeztették, hanem a fák kipusztultak tőle. A szakemberek ezért egyesével próbálták megmenteni a fákat, és mára elmondható, hogy a pusztító folyamat megállt, újabb fákat már nem támad meg a betegség. Itt volt ez a betegség. Egy kéregrákkal fertőzött fát mutat az egyik ágfalvi gesztenyésben Varga Mária. Évekkel ezelőtt olyan sok fa betegedett meg, hogy félő volt, egész erdők pusztulnak ki miatta. Ezért olyan gyógymódot kellett keresni, amellyel sikerül megmenteni a szelíd gesztenyefákat. A szelíd gesztenyefák a soproni erdőkben elég szomorú képet mutattak. 20-30%-os kéregrák fertőzöttséget lehetett találni, ami azt jelentette volna, hogy néhány éven belül, vagy mondjuk egy évtizeden belül ez a betegség nagyon elterjedt volna. Ez egy járványt okozó betegség. Az egész gesztenyetermő területen a világon fellépett, és mindenhol nagy gondot jelentett, mert nem tudtak rá gyógymódot találni. A hatásos szérumot végül egy Amerikában élő és dolgozó magyar tudós dolgozta ki. Radócz László éppen 20 évvel ezelőtt oltotta be az első megbetegedett fát az ágfalvi ősgesztenyésben. A beavatkozás nélkül a fa biztosan elpusztult volna. Az agresszív gomba ugyanis nem csak a termést veszélyezteti, hanem egész erdőket képes kipusztítani, hiszen járványszerűen terjed a fertőzés. Varga Mária és munkatársai az ő munkáját folytatva több mint 1000 gesztenyefát oltottak be. Sopronban a szelídgesztenyének ez a betegsége már nagyon-nagyon pici százalékba fordul elő, mert ahova mi bementünk az oltóanyaggal, ott a többi fa is gyógyul azért, mert ugyanúgy terjed a gyógyítóanyag, mint ahogy a kórokozó. Tehát rovarok, szél és egyéb külső hatásra van a terjedés. Ez végül is egy legyengített gomba, tehát az a gomba, ami kárt okoz, ez annak a hasonlója. Az eljárást először Sopronban alkalmazták sikerrel, a gyógyszernek köszönhetően mára már azok a fák is meggyógyulnak, amelyek időközben megfertőződnek. Nem tud tovább terjedni, mert nincs ereje, és ezeken a területeken benövi már a fertőzött részeket. Úgy lehet megállapítani, hogy ha puha, akkor még benne van a kórokozó, ha megkeményedett, akkor ő neki már nincs arra ereje, hogy a fa tovább pusztuljon. A fertőzéssel az utóbbi időben a gesztenyés gazdák sem találkoznak. Nagy Barna úgy látja, egy hektáros gesztenyésében a megbetegedett fák mindegyike gyógyul és termést hoz. Sajnos a betegség által megtámadott fák itt vannak még, tehát megtalálható a területen. Véleményem szerint a betegség tovább nem terjed. Újabb betegség, megbetegedett fákkal én nem találkoztam szerencsére, úgyhogy remélem, hogy sikeresen fognak ezek a fák majd újra a termőre fordulni. Az idei gesztenyetermés egyébként elmarad az előző években begyűjtött mennyiségtől. A kedvezőtlen időjárás miatt a tavainak csupán a felét tudták most összeszedni. Módosul Sopron polgármesteri hivatalának munkarendje az október 31-i munkanap áthelyezés miatt. Október 14-én pénteken 8 órától délig tart az ügyfélfogadás, és szociális ügyekben is fogadják az ügyfeleket az ügyintézők. Október 15-én szombaton szintén 8-tól 12 óráig lesz ügyfélfogadás, de szociális ügyekben nem fogadnak ügyfeleket az ügyintézők. A polgármesteri hivatal október 31-én zárva tart majd. A Felfedező Klub tagjai is birtokba vették a Széchenyi Gimnázium új vízitelepét, mely kiváló színtere biológiai földrajzi terepgyakorlatoknak, természetvédelmi programoknak. Az iskola az Áder János köztársasági elnök által életre hívott Élő Bolygónk aláírásgyűjtő akció fődíját fordította a telep kialakítására. Mennyi? 19 cm-es. Fertő Rákoson alakította ki a Széchenyi István Gimnázium azt az új vízitelepet, amely mostantól a gyermekek oktatását, tartalmas időtöltését szolgálja. Mint ismert, az iskola nyerte meg az Áder János köztársasági elnök által életre hívott Élő Bolygónk aláírásgyűjtő akciót, melynek fődíját 6 millió forintot februárban maga az államfő adta át a diákoknak. A pályázati anyagban leírtak szerint a pénzt csak valamilyen környezettudatos fejlesztésre lehetett felhasználni.
Most a Széchenyi Gimnázium egyik vadonatúj fejlesztésénél vagyunk, a Széchenyi Gimnázium vízibázisánál, itt a Fertőtó közvetlen közelébe. Köztársasági elnök úr által hirdetett klímavoks akció győztese volt gimnáziumunk, ahogy azt a kedves nézők láthatták idén februárban, és elnök úr átadta azt a 6 millió forintot, amiből ez a vadonatúj fejlesztés elkészült. Néhány hete, hónapja került beüzemelésre, diákjaink már birtokba vették, és nagy örömünkre szolgál, hogy azokat a leendő szécsinyistákat, akik ide járnak a felfedező klubba, őket is vendégül láthatjuk a mai napon. A ház közvetlen vízparton fekszik, egy nádassal szegélyezett csatornán végig evezve lehet kijutni a nyílt vízfelületre, így a már meglévő kajakokkal, kenukkal az evező sport tanrendbe állítását is lehetővé teszi testnevelés órákon. Most a felfedező klub tagjai evezhettek és ismerkedhettek meg a táj élő és növényvilágával. A mozgást és a megfigyelést kötöttük össze, egyrészt pici testnevelés óra és kis vízitelepen, hát kajakozás, vízzel ismerkedés és a mi kis csoportfeladatunk, hogy a természet adta lehetőségeket megfigyeljük. Kis kutatóként expedíciós csapatokba verődtünk, és megismertük növény-állatvilág, természetesen a napszaknak, az időszaknak megfelelően, illetve kegyes az időjárás, hogy egy kicsit tudtunk vizsgálódni. A cél tehát, hogy a természet lehetőségeit kihasználva iskolafalakon kívül megpróbáljuk egy kicsit megszerettetni, megismertetni, és a megfigyelő képességet fejleszteni a gyerekeknél. Az új vízitelep kiváló színtere biológiai, földrajzi terepgyakorlatoknak, természetvédelmi programoknak, rövidebb osztálykirándulásoknak, szakköröknek és az integrált oktatás céljait is szolgálja. Szerdán Jászberényben vendégszerepelt a Sopron KC. A férfi élvonalbeli kosárlabda bajnokság harmadik fordulójában a sérült Dénes Gábor nélkül lépett pályára a sabáli csapat. A soproni fiúk minden negyedben diadalmaskodtak, végül 66-84-re teljesen megérdemelten nyerték meg a találkozót. A feldobás után a soproniak állva hagyták a vendéglátókat, így a harmadik perc elején 0-9-nél Stefán Tóthnak már időt kellett kérnie. A hazai pontcsend egy triplával tört meg, de ezután is uralta a játékot a vendégegyüttes, amely könnyű kosarakat szerzett a túlszellősen védekező jászberényiek ellen. A játékképe a folytatásban sem változott. A hazaiak gyengén dobtak, és így a soproniak tartották a 10 pontos különbséget. A második etapban keményedett a küzdelem, de sok hiba volt mindkét oldalon. Mindkét edző sokat cserélt, a 15. perc közepére ismét 12 pont volt a vendégek előnye. Azonban elég volt 2-3 soproni hiba, és szorosabb lett az állás 34-40. Ezt követően újra magukhoz tértek az SKC játékosai, így 34-49-es vendégvezetésnél térhettek pihenőre a csapatok. Nem változott a játékképe a harmadik negyed elején sem, a soproniak könnyebben szerezték pontjaikat. Egy soproni dupla és egy tripla után 40-60-nál Stefán Tóth időt kért. Sabáli Balázsnak, a vendégek mesterének könnyű dolga volt, hiszen bárkit küldött pályára, az lendített a csapata játékán. A másik oldalon Stefán Tóth nehezebb helyzetben volt, hiszen nem akadt igazán kiemelkedő teljesítmény csapatában. A negyed végén 16 ponttal vezettek a záró játékrész kezdete előtt a vendégek. A záró negyed első két perce után kiderült, hogy nem lesz jászberényi feltámadás. A hazaiak továbbra is sok hibával játszottak, és így a soproniaknak nem kellett különösebben megerőltetniük magukat, hogy tartsák a különbséget. Kedvükre kosarazhattak városunk játékosai, miközben a különbség már 25 pontra nőtt a két együttes között. A végére egy kicsit kiengedett a sabáli legénység, így kialakult a 66-84-es végeredmény. Azt gondolom, hogy koncentrált volt a csapat. Nagyjából 80%-ban megvalósítottuk azt, amit szerettünk volna. Ez párosult egy jobb dobó teljesítménnyel az első félidőben, úgyhogy így valóban kicsit korábban már úgy gondolom, hogy eldőlt a találkozó sors. Az első idegenbeli győzelem után szombaton megint utazik a Sopron KC csapata. A következő ellenfél a Szolnoki Olajgárdája lesz. Most megmutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk, majd következik a Mozaik, amelyben a Virágos Sopronért civil szervezet temető gondozási kezdeményezéséről lesz szó. Utána Életforma című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió csütörtöki híradójának végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Napraforgó lakópark.
Pénteken változóan felhős napos, száraz időre van kilátás. A keleti-délkeleti szél megélénkülhet. A hőmérséklet 15 fokig emelkedik majd.